Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, belecsapok, mégpedig ebben nagyon izgalmas témában, aminek most a címét így nevezhetnénk meg, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lehetőségei, hogyan tudjuk leírni, hogy mi jellemez egy olyan szemét, akit érzelmileg intelligensnek tarthatunk, egy olyan édesapát, aki mellett a gyerekei tudnak fejlődni az érzelmi intelligenciájukban. Ez akkor a témánk, és ehhez már is használnék három széket, és emlékszem még a MOM-ban kitaláltuk, hogy amikor valami olyasmit mondok, ami ismétlés számba mehet, nem mondjuk ezt, hogy ismétlés, mert ha azt mondjuk, hogy ismétlés, ismétlés, jó van, 10 perc, megint semmi értelme. Hogy mennyivel jobb, hogyha azt mondjuk, hogy nem az ismétlés, nem ez az érdekes, hanem azt csináljuk ilyenkor, hogy a kedvenc matchboxunkat tologatjuk. A jól megszokott meccsit. Hogy valami, hogy jó az, nem kell mindig új, nem kell, mindig friss legyen, valami, ami már ugye a kezünkre áll. És akkor örülünk annak, hogy ezt már ismerem, hogy ezt tudom, hogy ez hogyan van, és hogy ezt tudom használni, és mennyire izgalmas. Hogy... Na, tehát ezért beszélünk arról, hogy az érzelmi intelligenciát nagyon egyszerűen, ha egyetlen modellbe kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám róla, hogy az érzelmi intelligencia három lépésből álló folyamatban képzelhető el, mint egy élő rendszer. És akkor az első, ugye ezt lehetne sokkal normálisabban is, három lépésből áll, ez egy folyamat, egy élő rendszer. Miért kell ezt így? Nem tudom. Mert... Szóval, jó, most nem kommentálom saját magamat. Tehát az első, amire így emlékezhetünk vissza, hogy az esemény, hogy történik valami, hogy van egy helyzet, tehát egy esemény. És itt jön most a fontos, már nem csak megnevezem, hanem hogy illeszkedik akkor ez a rendszer szemléletben, ez a kijelentésünk úgy, hogy minden egyes esemény egy folyamat része. Nincsenek önmagukban álló események, az mindig egy folyamat része. Ezért például, amikor ti fiatal házasok vagytok, és kicsi a baba, mondjuk 4 hónapos, de felőlem lehet 7 is. És nincs időtök egymásra, akkor mondhatjátok, ez szörnyű, nincs időnk egymásra, de azt is mondhatjuk, hogy ameddig nem volt babánk, volt időnk egymásra, és akkor picit nagyobbak lesznek, megint lesz időnk egymásra, és most, hogy nincs időnk egymásra, ez azért van, mert a babának kell sok idő, tehát szeretjük egymást, puszi, csók. Hogy minden esemény egy folyamatnak a része. És de nagy dolog egy folyamat részeként látni egy eseményt. Amikor a serdülő lány a szüleire csapja az ajtót, akkor nem neveletlen, hanem az egy folyamat része. És lehet éppen valami elég hasznosat csinál a maga szempontjából, aminek a gyümölcsei a szülők szempontjából 10 év múlva érlelődnek meg, amikor lesz egy életképes felnőtt kölykük, és 20 év múlva az az életképes felnőtt kölyök fogja őket eltartani, és ennek az az ágra, hogy 15 évesen rám csapja az ajtót. Hoppá! Tehát... Ugye, tudjátok, bizalommal beszélek, nem kezdek el mindent agyon részletezni. Jó, tehát erőszeretettel érthetitek félre, ha akarjátok. Tehát az első, hogy az érzelmi intelligenciát leírhatjuk így, rendszer szemletben, folyamatra figyelve, hogy minden egyes esemény, amely érzéseket és érzelmeket vált ki belőlünk, ezek a helyzetek és események egy folyamat részei. Második, ezek az események hatnak ránk valahogy, itt megjelennek az érzések, az érzelmek, az indulatok, a késztetések, a vágyok, a szükségletek, hatnak valahogyan ránk, és ez a kettő nagyon világosan nem ugyanaz, hogy itt van egy esemény, és ez belőlem mit vált ki, milyen érzelméket hív belőlem elő, és nagyon fontos, hogy lássam a kettő közt a különbséget, mert mondhatom azt, hogy fölidegelsz, fölnyomod az agyam, ne bosszancs, ne őríts meg! Értitek, akkor ezt a kettőt összemostam. Sokkal pontosabb azt mondja, hogy amikor rám csapod az ajtót, ez nagyon bosszúsá tesz. Amikor késel, és nem küldesz egy rohadt SMS-t, akkor ez nagyon földühít engem.
Tehát létezik az esemény, és létezik a reakció, ahogyan az esemény és a hatás, ahogyan ez hat rám, érzések, érzelmek. És itt egy nagyon fontos dolgot mondtunk, hogy ne csak megnevezzük, hogy amiképpen minden esemény egy folyamat része, minden érzés egy rendszer része. Nem csak úgy önmagában érzek valamit, az mindig egy rendszer része. És érdemes egy rendszer részeként látni a saját érzéseinket és érzelmeinket. Hát különben bekebeleznek, fölzabálnak. És a harmadik, hogy azután én valahogyan reagálok és válaszolok, szabadon tudok, kreatívan tudok cselekedni, ez a harmadik lépés. És minden válasz egy kapcsolat része. És ezt azért hangsúlyozzuk nagyon, mert a büntető készenlét sémánál, ami a nagyobb keretünket jelenti, ott az a problémája éppen annak, aki ettől a sémától szenved, hogy egyoldalúan lát, nem látja azt, hogy az ő cselekvései, ahogyan reagál helyzetekre és a saját érzéseiből kiindulva a másik szemére, hogy elveszíti a kapcsolatot. Tehát minden esemény egy folyamat része, minden érzés egy rendszer része, és minden válasz egy kapcsolat része. És ezt képesek vagyunk így látni, akkor már rendszer szemléletben látok, akkor már ez az érzelmi intelligenciát jól meg tudom ragadni, és tik, három különböző dolog. És hogy éppen most húsvétkor, most vannak húsvéti élményeim, hát nem tudom, hogy ezzel traktáljalak-e titeket. Traktáljalak, hogy kaptam például egy nagyon finom csokit. Képzeljétek el, én nem tudtam, hogy ilyen létezik. De hát azért a tudomány mai állása szerint végül is nem tudom, miért lepődtem meg ezen, hogy kaptam mogyorós nyulat. Ettetek már mogyorós csoki nyulat? Nem ám csak értitek, csak ez a mű csoki mázas izé van. Mogyorós csoki nyúl. Nagyon faint. Nagyon jó. Jó, gyerünk. Tehát ott tartok, hogy akkor rendszer szemlélet és folyamat, és tudjátok, hogy valahogy hirtelen elkezdtek összeállni bennem ezek a mondatok, olyan gyakran hallom ezt, hogy hát ha a fiam elveszi tényleg azt a lehetetlen Rozáliát, megőrülök, beledöglök, kikészülök, kimegyek a világból. Hogy hány és hány olyan mondatunk van, hogy ha a fiam nem jön haza Angliából, régen van. Ha a feleségem nem kapcsolja ki a telefont. Most olyan esetben sokszor sem félreérthető. Jó, tehát a... Akkor menten elsüllyedek. Hogy rengeteg olyan mondatot mondunk, hogy tulajdonképpen az érzéseket kihagyjuk. Van egy esemény, és rögtön mondjuk rá a választ. Esemény és válasz. Esemény, és mi fog történni? Esemény, és mit fogok csinálni? Esemény, és hogy mi lesz? És kihagyjuk azt, hogy na, álljunk csak meg. Hát a kettő között nagyon gyakran a félelem van. Hogyha késel, akkor nem csak az, hogy megőrülök, hanem a késel, elkezdek félni. És ez a félelem elkezd rám hatni. És a félelemmel nem is tudok mit csinálni. És ilyenkor, hogy a féleket, csak úgy belecsúszok valamibe, hogy amikor megjössz végül, tök mindegy, hogy a saját hibád, nem hibád, lemerült a telefon, akármi, már csak undok tudok lenni veled. Hogy a kettő között érzések vannak, hogy ennek a fölismerése, hogy hirtelen az jutott eszem, hogy itt valahogy kiláttam a fejemből, hogy te jó ég, annyi félelem van, amit nem ismerünk föl, innen nem vesszük észre, hogy az ott van, és ebből számunkra mindig következik az. Ebből akkor az. És hogy milyen nagy dolog megállni és azt mondani, onnan jutott ez eszembe, mert jött valaki, és nagyon világosan mondta ezt a mondatot. Hogy Feri, ha ez így lesz, abba én belepusztulok. És nem bírtam megállni, hogy ne azt mondjam, ha ez így lesz, akkor te attól félsz, hogy nem bírod ki. Ez a mondat. Nem az, hogy ha ez lesz, akkor én belepusztulok. Attól félsz. Halljátok a minőségi különbséget? Hogy egész más, ha ide leülök, és azt mondom, aha, ez egy félelem.
hogy nekem egy félelemmel kell valamit kezdeni. És nem azzal, hogy a fiam ezt csinálja, akkor abba belepusztulok, mert akkor mivel kezdjek valamit? A fiammal, meg a pusztulatommal. Hát egyszerűbb, ha félelmemmel kezdek valamit. Mert itt a fiamnak írok minden nap 3 e-mailt, hogy fiam! És a köztes időkben pedig szenvedek. Hát, mert persze nem válaszol a dög. Nem szó, a mai fiatalok. Tehát hiába, hiába mondjátok nyugodtan, internetkultúra, persze. Csak az én fiamnak nem. Szökő évenként ír nekem, dob nekem egy e-mailt, persze. Anya, ne izgulj már. Na, ettől szoktam üdegbajt kapni. Hely, nem akarom ezt hosszabban mondani, csak a jelentőségét, hogy meg tudok állni ott, hogy ez milyen hatást kelt bennem, hogy nem ez a... Ez egy félelem, hogy az fog velem történni. De most, hogy látom, hogy ez egy félelem, hát akkor itt ez egy csomó mindent lehet csinálni. Félelemként akarok ezzel valamit kezdeni, és egyszer csak szabadon tudok majd válaszolni. Hát egy egész más világ. Rendben van, elpucolom a 3 széket, nagyon köszönöm a csokit. Hát itt a nyúl van rajta. Hát most a szemészre. Azt a vegyárját. Jól van. Settenkedik. Jól van. Úgy, te is. Ez jó, nem kaptatok egymás mellett helyet? Hát pont én választalak el benneteket. Ez szörnyű. Kibírjátok 1 óra 5 percig? Most igen? Akarsz róla beszélni? Ez... Akkor ez egy gyógyító távolság. Bízom benne. Jó, erről úgy is lesz szó. Néha annyira jó egy kicsit távol lenni. Ugye? Ez látod? Jó, most valamiben belenyúltam be. Nem kellett volna. Mert se közöm nincs hozzá, se nem értek hozzá. Na most, eljutottunk így a 2 székig. Egyszerűsítjük az életet. Tudjátok, arról beszélünk, hogy rendben van, most akkor már rendszer szemléletben tudjuk látni az érzelmi intelligenciát. Most akkor azt is tudjuk nézni, hogy akkor leírhatjuk az érzelmi intelligenciát 2 székkel is, mint egy egyensúlyt. Ugye az egyik széken itt ülök, együttérzés, mögötte megértés, nem azt, hogy értem, hanem megértő vagyok. Az még nem ugyanaz. Együttérzés, ebből egy megértés fakad, megértővé válok, és te megértve éled meg magad. Ha. Megbocsájtás, irgalom, jó szándék, szánalom, tődődő, különböző kultúrák, különböző kulcsfogalmak. Ha. Ez az egyik. És a másik az igazság. Kivel, mikor, mi, hogyan történt. És úgy szeretnénk az együttérzésnek a kultúráját kimunkálni, az érzelmi intelligencia világát, én legalábbis ezt nagyon szeretném, hogy sose fizessük meg azt az árat, hogy az igazságot vagy az igazságosságot eltüntetjük innen. És emlékeztek, azt mondtuk, hogy az együttérzés és az igazság egymást kölcsönösen kiegészíti, átjárja, föltételezi és megalapozza. Ezt a 4 kijelentést tettük mindig hozzá. Egymást kölcsönösen kiegészíti, átjárja, föltételezi és megalapozza. És egy gyönyörű dolog történik például, hogy amikor valaki az együttérzésben járatlan, érzelmi intelligencia gyenge, kapcsolatot elveszti, folyamatokat elveszti, saját érzéseiben nincsen tudatába, pú, csapdos, mint egy tanulatlan Jedi lovag. Hogy akkor mi történik vele? Ő egyfajta igazságot ismer. A büntető igazságot, vagy igazságosságot. A bűnt meg kell torolni. Hát mi mást is kéne vele csinálni? Mit lehetne vele más csinálni? A bűnt meg kell torolni, a rosszat meg kell büntetni. Bűn, büntetés, bűnhődés. Ez van. Mégpedig az igazság nevében. Mert ha ez nincs, mivé lesz az igazság? De hogyha az együttérzés széke is létezik, és én nem vesztem el szem elől az igazságot, akkor egyszer csak ez az igazság, rájövök, hogy nem csak ez efféle igazság létezik, vagy az ebből fakadó igazságosság, ami szemet szemért, fogad fogér, hanem létezik, ezt sok nevet adhatunk, ez itt egy büntető, vagy bosszú álló igazságosság, ezt nevezik válaszcsapást. Na csók mindenkinek. Válaszcsapás.
Létezik egy másfajta igazság, vagy igazságosság, úgy hívják, hogy a gyógyító igazság, a fölemelő igazság, a világosságot, vagy megvilágosodást hozó igazság, a változást hozó igazság. És ezt is ismerjük. Ha csak valaki nagyon-nagyon nem sérült köztünk, de akkor ismerjük azt, hogy szembesülve valami őszinte, igaz találkozásban egy tartalommal, egyszer csak nem éreztük azt, hogy ez elnyel, vagy elpusztít, vagy végünk van, vagy kritikus, vagy ítélkezik, vagy büntetne, vagy bűnhődnénk. Nánk? Bűnhőd? Nénk. Hanem, hogy egyszer csak valahogy úgy kezdünk benne úgy megtisztulni, vagy úgy megvilágosodni, és azt mondjuk, jaj, de jó, hogy ezt most kimondtuk. Nagyon sajnálom. Jaj, de jó, és végre ezt tisztán látom. Ja, hogy ez így történt. Ja, hogy te ezt élted meg. Ja, hogy ez neked ezért fájt. Ja, hogy te közben erre gondoltál. Ja, most ezt értem. Létezik ez a gyógyító, megújulást hozó, megtisztító igazság, amiből kedvünk van, vagy bocsánatot kérni, vagy megbocsájtani, és ott igenis van igazság, és van nagyobb fény, és ez az igazságnak egy nagyon sajátos, de már egy egyensúlyban lévő formája, nem egyoldalú. Mint ahogy fordítva is van. Itt van az együttérzés. Hogyha van együttérzés, de nincs igazság, hát akkor bárkivel, bárki bármit megcsinálhat. Mert semminek nincsen következménye. Az nagyon félelmetes. Ha semminek nincs következménye, ha nem mondjuk ki, hogy kivel, mikor, ki, mit csinált, ha még az a következménye sincs, hogy ezt ki lehessen mondani, akkor az félelmetes. És ez lett egy képem, tudjátok, jött hozzám egy édesapa. Az édesapa ide jár pár évvel ezelőtt, amíg még nem volt édesapa. De aztán édesapa lett, aztán van nekem jobb dolgom is. És tényleg így van, mert ő akkor most a gyerekével játszik. És vagy altatja, vagy fekteti, vagy fürözti, vagy mesél neki, vagy akármi. És azt mondja, Feri, képzeld, a 3 éves kislányom, járunk át vele a templomba, már legalább 5-ször kérdezte, hogy Jézust miért bántották. Ugye itt ülök. De mondd meg, apa! Hát miért csinálták ezt Jézussal? Én ezt a kérdést nem egyszer hallottam már, hogy gyerekek, főleg óvodáskorban, kisiskoláskorban, értetlenül nézik ezt. Egy első szembesülés valami fájdalmas szenvedéssel. Hát ez hogy? Ezt miért csinálták? És az apa, kedves, oda jött hozzám egy mise után, akkor nem volt vele a gyerek, azt mondja, Feri, mondjál már nekem erre valamit, hogy én mit válaszoljak erre. Hát mondtam neki valamit, de ez most egyáltalán nem érdekes. És azt történt, 2 hét múlva megvártak a misén, apa, de hogy a karján a kislány, és azon, tudjátok, hogy egy kisgyerek komoly tud lenni. Hát az egyszer lenyűgöző. Az alapélményem a kisgyerek komolyságáról az, hogy készítettem föl gyerekeket első áldozásra. És egyszer csak odajött hozzám egy kisfiú, a szünetbe, azt mondja, Feri atya, vannak angyalok? Tudja, ez egy viszonylag könnyű kérdés. De tényleg, mondta, vannak. Erre azt mondja, akkor jó, mert én találkoztam egyel az uszodában. Ez volt a tanuszoda ráadásul. Tehát mondom, nektek angyalok járnak a tanuszodába, és akkor nézett rám, de nagyon, nagyon komolyan. Hát én éreztem, hogy ez nagyon komoly. Mert jó, hogy az első választ nem szúrtam el. Akkor iszonyat negatívból kellett volna kimenteni a helyzetet. Most már tisztáztuk, hogy vannak, és a tanúszodába is járnak. És akkor rám nézett, mert látszott, hogy itt valami nagyon nagy téma van. Azt mondja, Feri atya, mit jelent, hogy én találkoztam egy angyallal? Hát ez viszont nem egy könnyű kérdés. És mit, hát ez élet-halál kérdés, majd, hogy nem, tudjátok.
most mit mondjak? Gondoltam, hogy egy kicsit puhatolózzok, értitek? Nem kell rögtön úgy látszani legalábbis, mint aki ez ért. És a... kérdeztem tőle, hogy te mondott neked valamit? Azt mondja, hát ez az. Pont ez a furcsa Feri atya, hogy nem szólt semmit. Akkor ez mit jelenthet? Na, ott megjelent egy aggodalom. Jó, és hát én vagyok az angyal szakértő. Arra gondoltam, hogy hát itt most tényleg ennek felese tréfa, és ezt most elmondom, mit mondtam, vagy jó, vagy nem, hogy azóta nem jár templomba. Jár, hát jár, hát első áldozó lett meg minden. Na, hogy tényleg így van, tényleg. Na. És akkor azt mondtam neki, de nézd, én ezt pontosan nem tudhatom azért, mert ő a te angyalod volt. Hát én nekem esetleg valami sejtésem lehet, mert én az én angyalomról tudok. De a te angyalod, az a te angyalod, az de most az én angyalommal kapcsolatban én azt tudnám elképzelni, hogy ha nem szólt semmit, mert ugye szólhatott volna, de nem szólt a tanúszodába, hogy ezzel kifejezte azt, hogy szerinte rendben van minden. Hát azért nem kellett neki semmit szólnia. Csak ott megállt, és azt mondta, rendben vagy. Lehetséges ez? És rám nézett, de nagyon gondolkozott. Azt mondta, ez lehetséges. És aztán folytattuk az első áldozási fölkészülést. Na tehát, én kétség kívül van élményem arról, hogy amikor egy gyerek egy komoly kérdést tesz föl, akkor aztán az összes gatyámat magamra kell venni. És ott jött az apa karján a 3 éves kislány, egy kis szőke, fodros tűz. Feri atya, miért csinálták ezt Jézussal? Hogy mindig én fogom ki a nehezét. Hát érsz, hát... Jó, mondtam valamit, nem volt jó. Nem volt jó, azért azon gondolkoztam, hogy mentem, jó, most ezt mondtam, mondhattam volna még azt is, meg amazt is, meg, hogy mit kezd ezzel ez a 3 éves kislány. Nem tudom. Nem tudom. És hetekig nyomasztott ez, hogy 3 éves kislánynak hogy tudtam volna ezt valahogy jól elmondani, ha el lehet mondani. Nem tudom, hogy el lehet-e, de ha el lehet, akkor hogy? És ebből lett egyszer egy képem, hogy tulajdonképpen ez a kislány azzal, hogy ezt kérdezi, meg úgy kérdezi, ahogy kérdezi, tulajdonképpen egy tükröt tart nekünk felnőtteknek. Tudjátok, hogy a Csíkszentmihályi Mihály azt mondta 44-ben, akkor hallotta, hogy bombáznak, hogy a felnőttek nem tudják, hogy kell élni. Egészségedre. Hogy tüsszögnek össze-vissza. Nem, a cimbi. De tényleg, hogy van, akivel jóba vagyok, és akkor merem. Hogy... Hát tényleg, hogy a felnőttek nem tudják, hogy kell élni. Ezt múltkor mondtam, ugye, hogy nem érdemes a felnőttektől tanulni, mert a felnőttek csinálják a háborút. A felnőtteknek gőzük sincs, hogy kellene élni. És tulajdonképpen magunk között szóval szerintem ez nem változott. Mire felnőttek leszünk, olyan sok sebünk meg torzulásunk lesz, hogy tényleg nem tudjuk, hogy kéne élni. Hogy nem tudjuk. És amikor ez a 3 éves kislány azt hiszi, hogy mondd meg Feri atya, hogy Jézussal miért csinálták ezt? Arra jutottam, hogy ha én erre válaszolok, az egy felnőtt válasz lesz. Hogy akármit is mondok rá, kár, hogy mondok rá bármit is. Hogy erre nincsen jó válasz. Hogy az a baj, ha mi felnőttek erre a kérdésre tudunk válaszolni. Az nagyon nagy baj, hogy valakivel igazságtalanok szenved, elítélik, fáj neki, megölik, és erre mi meg tudjuk mondani, hogy miért. Ez nagyon-nagyon nagy baj. Hogy oda jutottam, hogy de kár, hogy én erre mondtam bármit is. Hogy lehet, hogy erre a jó válasz az, hogy hát
Erre nincs válasz, csak egy nagyon jó kérdés van ez. És hogyha ez neked nem megy a fejedbe, akkor te nagyon jól látod az életet. És akkor lett egy képem, hogy ez a 3 éves kislány, mondjuk 2000 évvel ezelőtt oda megy, és akkor nem tudom, oda megy a katonához, és hát idáig ér, értitek? És fogja a katonának a tunikájának a szegélyét, körülbelül itt van, és akkor elkezdi rángatni, és azt mondja, hogy hagyd abba! Fáj neki! Hagyd abba, mert fáj neki! És hogyha mi felnőttek tudnánk, hogy hogy érdemes élni, ez elég lenne. Ez elég lenne. Hogy valaki azt mondaná, ez nekem nagyon fáj, itt vagyok az együttérzésnél, itt vagyok a részvétnél, a szánalomnál, az irgalomnál, hogy ez fáj neki, ezt azonnal abba kell hagyni, és nem kell hozzá egy kötetet írni, hogy miért. Hogy a fájdalom receptorok hogy hatnak. Hanem abba kell hagyni, mert fáj neki. És ezt azért hozom ide, mert ahogy ugye itt ültünk, és azt mondtuk, hogy ha eltüntetjük ezt a széket, akkor létezik a megtorló igazságosság, a büntető igazságosság. De ha van az együttérzés, akkor azt mondom, van a gyógyító igazságosság. A gyógyító, fölemelő, változást hozó igazságosság. És most itt pedig azt mondtuk, ha ezt eltüntetjük, és nincs az igazság kimondása nem történhet meg, akkor egy rettenetes hely lesz a föld, akkor bárkivel bármit meg lehet csinálni. De ide rakjuk az igazságot, és azt mondjuk, hogy a legmélyebb együttérzésnek a legszorosabb viszonya van az igazsággal. Mert ebben az együttérzésben azt mondom, azonnal adjátok abba. És nem kell megindokolni, és ragozni, és nem kell kultúrtörténész hozzá, hogy megindokolja, hogy miért. Hogy kit érdekel a... Most ki fogom sargítani direkt, hogy kit érdekel a szokás, a hagyomány, a értitek, az Isten képzetek, meg a leeső telefon, hogy az a baj, ha elkezdjük ezt mondani, hogy bőven elég az igazság szempontjából az az, ha azt mondom, hogy fáj neki, és elég. Hát ha ez ennek nincs köze az igazsághoz, akkor minek van köze? Mit kéne még ide rakni? Szóval egyszerűsítettük a helyzetünket, hogy akkor most két székről beszéljünk, együttérzés, igazság, és nem tudom, végig mondjam, van, aki nem volt itt múltkor. Vagytok olyan? Nem volt? Ennyien? Abegyem. Hát de hol voltatok ti? Mit? Ezt sose bírom ki, ez annyira jól esik elmondani. Jó. Akkor de semmi kommentár, de az eszembe sincs kommentálni. Most engedjétek, nem fog rögtön ide-oda ülni. Az egyik elsősorban innen szól majd, a másik elsősorban onnan, és néha még össze is keverem. Hát rátok bízom, mert van intelligencia, hogy bőven több, mint nálam. Hogy van az egyensúly, hogy a két széknek a tartalma egyaránt megjelenik, nem föltétlenül egyszerre, hanem egyaránt. Oké, mondom, tehát mély érzések és rálátás, reflexió ezekre az érzésekre. 2. Vágyak, érzések szabad kifejezése és... Ezzel nem használok ki másokat, nem manipulálok másokat azzal, hogy tudok sírni, dühöngeni, csalódottnak lenni és elmenni. 3. Kötődöm a szüleimhez, de érzelmileg leváltam róluk. 4. Fejlett önazonosságtudattal rendelkezem, és nagyon szabadon ki tudom fejezni, hogy szükségem van másokra, és mások fontosak nekem. 5. Határozott értékrenddel rendelkezem, közben pedig nyitott vagyok és befogadóképes. Érzéseket be tudok fogadni, indulatokat, késztetéseket, vágyakat be tudok fogadni, anélkül, hogy az értékrendem állandóan kisiklana. 6. Szabad vagyok az önkifejezésben, és fejlett az érzelmi önszabályozásom. 7.
jóban vagyok magammal, és közben érdekelnek mások. Kapcsolatépítő vagyok. 8. Felvállalom a konfliktusokat, és képes vagyok együttműködésre. Nem is akárhogy. 9. Hatékony stresszkezelő vagyok. Ez a jó lesz, hogy ezt jegyeztem első személybe, ezt még így egész jól leszek a végére. Hát, hatékony stresszkezelő vagyok, és közben biztonságban érezheted magadat mellettem. Ha erre képes vagy, ha nem, akkor sérült vagy, gyógyulj. Hát szóval ez, hát de tényleg van ilyen, van, aki sehol nem érzi magát biztonságban. Akkor sérült, és gyógyulásra van szüksége. Gyerünk. Látod, az élet néha ilyen érdes. Néha sima, néha érdek. Tényleg azért van ilyen érdes része, meg egy sema. Megyek tovább. Spontán, miközben képes vagyok az önkontrollra. Hát tudom, hogy mikor, hogy. Oké. Okay. 12. Önbecsüléssel élek, és a gyöngeségeimet szabadon be tudom látni és ismerni. Nem magyarázom magam, nem indoklom magam. Tudja, ezt szerintem el lehet mondani. A gyónási titkot sose árulok el, de olyan jó gyónásokat hallgattam most Nagybőjtbe. Hát emlékeztek, ezzel mentünk el. Hát most jut eszembe, itt káráltam nektek, mint egy öreg ember. Ugye, hogy belenyaltam a húslevesbe, hogy ne őrítsetek meg ezzel. Tehát ennek olyan foganatja lett, tehát egyrészt a piacon ott maradt az összes hús, tehát senki nem vettek semmi, csak zöldséget vett mindenki, de olyan jó gyónások voltak, annyira jók. Hát én ott lubickoltam, értitek? Ezt csináltam, nagyon sok, ez, bánom, súlyos, néha egy-egy fél mondat elhangzott. El tudnám mondani, hogy miért, de most gyónok, szóval értitek? Az, hogy megvolt az előzménye, de tudom, hogy ez most nem számít. Hát szóval, na, csók minden gyónónak. Nagyon jó volt. Olyan, és a kedvencem az volt, lehuppant nálam valaki, hát ez, értitek, a gyónás lényegét úgy megragadta, mint egészségedek. Olyan aktívak vagytok ma. Hát igaz, ugye, ha nem kérdezlek titeket, akkor valahogy fölhívjátok magatokra a figyelmet. Lehuppant állam, de eleve, hogy lehuppan valaki, és jól esik nézni, hogy lerakta magát, hogy ilyenkor tudjátok, hogy homokban lenne, akkor látunk egy ilyen hatalmas placsnit. Szóval, hogy igen, tehát ha valaki szorong, tudjátok, akkor ilyen, akkor csak két pötty van, így. De amikor valaki lehuppan nálam, és ugye a rúgók úgy, az gyónás, az, hogy bele. És valahogy úgy kezdte, hogy hát te Feri, hogy egy gyóni jöttem. Te, én annyira bánom, de közben olyan jó kedvem van. Értitek ezt? Erről beszélek. Hogy annyira bánom, de hát közben átmentem a Tolnád Baranyát, megjártam, már kisírtam magam, kibántam magam, megértettem magam, együttéző voltam, gyűlöltem 3 percig, bosszút fogadtam 20 másodpercig, túl vagyok rajta, és ez annyira jól vagyok. Ah, nagy erőm. Az igazság és az együttérzés, vagy érzelmi intelligencia. Most megyek tovább. 13. Rugalmasak és stabilak. Innen jött a cím, rugalmasak és stabilak. Stabilitás kulcsa, rugalmasság. Nem a szumó. 14. Megbízhatóak, közben pedig mély érzéseket át tudnak élni, meg tudnak rendülni és tudnak újjongani. Megrendülnek és újjonganak. Például a húsvétkor, az annyira jó pofaság, hogy mikor, tudjátok, a pap fölemeli az oltári szentséget, akkor a minisztránsok szoktak csöngetni. De mi úgy csináljuk, hogy húsvétkor az összes gyerek kap egy csöngőt. A felnőttek már... És a gyerekek ott letérdelnek, és csinálják, egy nagy gyerekcsík van, és annyira jó pofák, mert lehet velük komolyan. Szóval nézzétek, ez egy szent liturgia. Ezt nem értik, de látják az arcomat, milyen komoly. Akkor csöngessetek, amikor intek, egyébként meg semmiképp. Mert úgy van hatása.
És akkor azt szokott lenni, hogy a kezemben a csöngő, akkor a kicsik persze csöngetnek egy 3-4 évesnek, hiába mondod, hogy szent liturgia, és akkor ezért a csengős kezével így oldalba böki, ugye? És akkor... Hát még ez a fajta koordináció érlelésre szorul. De tényleg az történik, hogy amennyire tényleg csönd tud lenni, úgyhogy 2-3-4-5 éves gyerekek ott van, hatalmas csönd van, akkor fölemelem az oltári szentséget, és na ez az újjongás. Hát mi ez, angol királyi udvar? Hát értitek? Nem, de Krisztus föltámad. Nem ugyanaz a műfaj. Jól van. Következő. Igen, 15. És hát ezt még nem mondtam el. Most jön a 15. Tudnak közel lenni, és amikor távol vannak, akkor sem vesztik el az egyensúlyukat. Tehát tudok közel lenni valakihez, együttérzés, tudok közel lenni, érezni, átérezni, vele lenni, megértőnek lenni, közel, 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 közel. De amikor távol vagyunk, sem vesztem el az egyensúlyom, és képes vagyok a kapcsolat tartóságát magamban fönntartani. A kapcsolat folyamatosságát magamban fönntartom, akkor is, ha távol vagyunk egymástól. Hát például kimentek egy fél évre, valamilyen oknál fogva. Ez ne a szeretőtökhez való utazás legyen, hanem, hogy elmentek majd dolgozni, vagy valamit csinálni. És hogy egy érzelmileg intelligens személy a fél éven keresztül képes idebent a másikhoz való tartozását fönntartani, az érzéseit ápolni, kézben tartani, és a meglévő nehézségek hullámzásával elbánni. Egy olyan férfi, aki azzal bizonyítja férfiasságát, hogy sok nővel... Milyen rémülten néztél rá? Akkor nem folytatom, tehát bőven az arcodon lerít, hogy ezt hogy kell befejezni. Hát ő nem a férfiasságát bizonyítja, hanem a bizonytalanságát. Tehát az érzelmi intelligenciához tartozik az, hogy amikor közel vagyok, ezt tudom nagyon élvezni, nem kelt bennem félelmet valakinek a közelsége, így is mondhatnám, hogy az intimitástól nem majrézok, szakkifejezések, de amikor valaki távol van akár fél évig, az érzelmi összetartozásomat meg tudom őrizni. Az irányultságomat meg tudom tartani. Oké. Aki nem, olyan éretlenség. Hát ezt most durván ide raktam, ugye? Következő. Életkép... Ezt ide ülök. Életképes vagyok és önálló, és képes vagyok kötődni. Önálló vagyok és életképes, és tudok kötődni. És csak az egyik veszőparipámat hagy ismételjem el, hogy van a között különbség, hogy valaki autonóm, és a között, hogy individuális. Mert a legtöbben kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, én autonóm vagyok. Valójában individuális vagyok. Mert az autonómiának a szakirodalom szerint az egyik ismérve, hogy tartalmas emberi kapcsolatokban él, képes együttműködni. És nagyon érdekes, hogy egy céges főfő valaki a következőt mondta nekem, hogy Feri, nagyjából az a helyzet, hogy a munkavállalókat szakmai alkalmasságuk okán vesszük föl, és emberi alkalmatlanságuk miatt bocsájtjuk el. Amennyiben nem más okok miatt történik ez. Zseniális. Nagyon... legalábbis megfontolásra érdemes. Tehát az autonóm személy éppen az autonómiája miatt önmaga a féltése, meg minden egyéb névek, szorongások, meg aggodalmak, meg állandó harckésztetés nélkül képes együttműködni. Nem akarom másokat legyőzni, mindenkinek okosabbnak lenni, bebizonyítani, hogy nekem van igazam, hogy mindenki más hülye, hogy majd én megcsinálom, senki nem ért hozzá. Hát de hogy együttműködök nagyon szabadon, és... Tehát azt látom, hogy nagyon sokan autonómnak
mondják magukat, de közben individuálisak. Nekem ezzel semmi bajom, csak akkor tud, hogy ez nem autonómia, hanem individualitás. És akkor, ha azt akarod, akkor ez van. Jól van. Tudum, 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 tudum. Hát miket írtam én ide? Azt figyeltem meg, sokszor olyan fájdalmasan, hogy az autonómia kapcsán jutott talán eszembe, de már nem emlékszem, mert öregszem, hogy de gyakran hallom mondjuk egy hölgytől, hogy így kezdi a párkapcsolati megfogalmazását, hogy hát a házasság célja, Dezsővel akarok élni, hát nem tudnék nélküle élni. Nem, hát azért megyek a Dezsőhöz, el se bírom képzelni az életet nélkül, nem bírnék a Dezső nélkül. Annyira, hogy egymásra találtunk. Ó, az ég is egymásnak rendelt minket. Dezsőt nekem. De jó, hogy még vannak Dezsők, akiket az ég rendel ide-oda. Eltelik 20 év, és ugyanez a nő a következőt mondja. Most ez nem az igazság széke, csak átültem. Azt mondja, hogy nincs szükségem a Dezsőre. 2 évig jó volt, 10 évig toltuk, utolsó 8 év pusztulat, most ezt lezárom, mert egészen nyilvánvaló, ezt 25-ször megkonzultáltam magammal, meg a cukiba a 4 barátnőmmel, és most már minden barátnőm is ezt mondja, miután mindenkinek a kedvencét fizettem, hogy hát tényleg, Brünnhildám, hát tényleg te akkor, te, szóval most magunk között szólva, ez egy cukrászdai pillanat. Hát ilyen asztalok vannak, nem kis szőkecskő. Ödöske, gyere, mert ez egy ilyen rusztikus cuki. Persze, ezt kell megfizetni, a hangulatot. Itt ülök. Sose értettem ezeket a cukrászdákat. Tehát ülök, értitek, tehát a fenekemet 25... Na most. Ó. Cappuccino. Bécsbe ittam ilyen jót. Hát akkor... megnézem, mikor jár le, mert valami ízét adtok nekem. Na jó, van még. Még egy kicsit elketyeg. 2018. Ez, látjátok, ellentmond a világvége fantáziáinknak. A Milka már tudja, hogy nem lesz idén világvége. Szóval ülök itt, de most olyan jól esne megenni, most de most kibontott, én már érzem az illatát. Egyszer tudjátok, mi történt van, és annyira pontosan emlékszem, ez volt egy olyan 27 éve, hogy mozgássérült barátaimmal voltunk, ezt tudom, hogy most egy mondani valóból elmentem egy történetbe, a történetbe egy másik történet, és hogy most már nem a cukrászdába ülök, hogy ültem a mozgássérült kedves barátom mellett, aki tényleg légzésbénult is volt, tehát mindegy, és bontottuk ki a Milkát, és tudjátok, mi volt benne? Ez a csoki. Nem egy műszaki értelmiségi kegyed? Nem, egy kukac. Ezt nem kellett volna. Ezt tudjátok miért? A fogyókúra miatt mondtam. Ez egy érzelmi akadály lesz most, hogy este... Kukac volt, mondjad? Ennek, tényleg? Egyétek meg! Az annyira jó, egyétek! Tik-tik-tik-tik-tik, egyétek! A végén lesz a kukac, úgyhogy még nyugodtan az előtt. Ennek kell a fehérje. Jó. Szóval...
Nem, ez nem, nem, nem. Ez lenne az utolsó szeg a barátságunk koporsójában. Jó. Nem. Na, gyerünk, nem ezért jöttetek, Feri, embereld meg magad, hát mindjárt pünkösd van, te meg itt szórakozol a cukrászdába. Hogy olyan zavarba jöttünk, mert ugye nem tudott enni magától. Hát béna volt mind a két keze. Tehát én törtem a csokit, és egyszer csak, hogy törtem egy kukat, és akkor hogy azt láttam mondani, hogy hát, de a kukat is tudja, mi a jó. Többet nem estünk a csokiból. Tehát itt ülök a cukiba, hogy most visszatértem a barátnőimmel. Ugye kiosztottam a csokikát, ugye már mind a... Persze. És akkor megkérdezem, te, most mondjátok. Mondd meg, édes Rozikám. Hát ha mástól nem, hát tőled hagyd kérdezzem meg. Hát, és ki a normális, én vagy ő? És a Rozika, ugye minden barátnői szeretetével és szűklátókörűségével. Édes Brünnhildám, hát én ezt, de ezt nem is akarom hosszan mondani, hát nem akarom a kedvedet szegni, hogy leginkább azt tudnám mondani, hogy te messze túlnőtted a Dezsőt. Egyszerűen kinőtted. Hát ő ott maradt, mintha négy gyereked lenne, három az itt, meg a Dezső. Szóval te olyan messze jutottál, és múltkor hétvégén is voltunk ezen a tisztító, lébőjt, kúra, csoki elvonuláson, szóval. Hát a Dezsőt mikor lehetne egy tisztító, lébőjt, kúra, csoki elvonulásra elhívni? Soha. A Dezső soha. Szóval mi nők kinőjük a férfiakat, ez a mi tragédiánk tulajdonképpen. Hogy ruhát férfit kinövünk. De most ezt nem... Most miért gyerünk, most eljöttem a cukrászdából, fizetnék! Hogy eljöttem ide, hogy ugye úgy kezdem, hogy nem tudok nélküle élni. És itt meg azt mondom, hogy nincsen rá szükségem. És mind a két megközelítés úgy, ahogy van, hiányolja a lényeget. Egyrészt azért, mert tudnál nélküle élni. Hát, reméljük, igen, hogy életképes felnőtt ember vagy. Tehát tudnál nélküle élni. Hogy nem tudom, hogy milyen, amikor mondjuk akkor én vagyok a Dezső, és azt mondom, te jó ég, most akkor nekem úgy kell viselkedni, hogy nélkülem nem tud élni. Hát mondjuk egy kicsit olyan feladat jellege lett így a kapcsolatnak, hogy szerintem viszont akkor spóroljuk meg a B-vitamint, mert én éltetlek, akkor a B-vitamint megspóroljuk. Jót tesz a kasszának. Hát ez, hol van itt a lényeg, hogy ő egy felnőtt ember? Nem azért élek vele, mert nem tudok nélküle élni, hanem azért élek vele, mert vele akarok élni. És úgy döntöttem, hogy vele fogok élni. És úgy döntöttem, hogy őt szeretni fogom. Hogy megpróbálom őt úgy szeretni, mint ahogy a leginkább ez tőlem telik. Hogy van egy ember, akit megpróbálok a világon igazán szeretni. Azért, mert én választhattam őt. Hát nem lesz könnyű, még így se. Mert kaptam egy segítséget, úgyhogy én dönthettem, de így se lesz könnyű. Szóval nem tudok nélkül, és akkor értitek. Ha nem tudok nélkül, és akkor 10 után, most már tudok. És akkor most mi lett? Hát ez a mond, nem tudok nélkül élni, nekem ijesztő, de ti, ahogy akarjátok. És amikor valaki azt mondja, hogy hát most viszont a kapcsolatnak nyilvánvalóan vége, mert hiszen nincs rá szükségem. Hát persze, hogy nincs rá szükséged. Hát nem azért élek valakivel, mert szükségem van rá. Hát a vízre van szükségem. Hát azon az alap, addig élek valakivel, amíg szükségem van rá. Hát
nem tudom, hogy ti bennetek is van egy ilyen ijedelem, hogy ez mi is tulajdonképpen, hogy nem tudok nélküled élni, meg ha már nincs át szükségem, akkor már nem is tudok veled mit kezdeni. Miért élnék valakivel, akire nincsen szükségem? Ó, ez nekem... Na, gyerünk, nem tudom. Nem tudom, nem hallom most magam kívülről. Igen. Gyerünk, megyek tovább. 17. Képesek vagyunk motiválni magunkat, és kreatívan változtatunk. Képes vagyok motiválni magam, kreatívan változtatok. Ezt úgy mondja a szakirodalom, akkor most gyerünk, most tudom, komoly részről, azt a jó van, azért mondott is valamit, hogy az egyik, mit jelent az, hogy magamat tudom motiválni, az önmagam motivációjának a képessége, így is mondhatnám, egyszerűen tudok magamnak kedvet csinálni valamihez. Ez az érzelmi intelligencia témakörébe tartozik. Az érzelmileg fejlett, intelligensében fejlett személy képes arra, hogy magát motiválja, vagyis kedvet tudjon magának csinálni valamilyen tevékenységhez. Ez azt jelenti, ami a kedvenc megközelítésem, hogy a kötelességeimet nem kötelességszerűen végzem. Mert ha valaki a kötelességeit kötelességszerűen végzi, annyi neki. Nem irigylem az életét. Sok ránc lesz az arcodon. A krém segít, de nem boldogít. Tehát az önmaga motivációja, az érzelmi intelligencia része, kedvet csinálok magamhoz, valami ez, ami kötelességszerű. Ez az egyik. Igen ám. De nyilvánvaló, hogy... Ha csak ezt csinálom, ugye eltűnik ez a rész, hogy képes vagyok szabadon változtatni, hogy akkor állandóan alkalmazkodok, és állandóan mindig csak motiválom magam valamihez, amit már régen meg kéne változtatni. Nem motiválnom kéne magam, mert azt mondom, hogy csináljuk másképpen. Ezért van szükség a kiegészítő igazságra. És a kiegészítő igazság pedig az, hogy szabadon azt tudom mondani, ezt eddig csináltuk így, most meg csináljuk úgy. Beszéljük meg, ezen most változtatni kéne, ez már nem eredményes, vagy nem boldogít, vagy nem egészséges, vagy kinőttem, vagy nem így akarom. És ezt a szakirodalom úgy mondja, hogy ez itt az indirekt megküzdési stratégia. Indirekt, vagyis nem a helyzettel kezdek valamit, hanem magammal. A beállítódásomat, az érzéseimet, az érzelmeimmel kezdek valamit. Ez egy megküzdési stratégia része, úgy hívják, hogy indirekt, közvetett megküzdési stratégia. És amikor konkrétan valamit csinálok egy helyzettel, amivel akarok valamit kezdeni, mert nem jó, akkor az a direkt, vagy közvetlen megküzdési stratégia. És egy érett érzelmi intelligenciával rendelkező személy mind a kettőt szabadon tudja csinálni. És képes vagyok mérlegelni, hogy most még, ugye, tudjátok, ezt nem tudom, lehet, hogy ismételgetem magam, mikor paptársaim azt mondják nekem, hogy ki kell tartanunk, megőrülök. Ugye most összevontam én is a három széket, ugye, most jó. Megőrülök, de érdekel a három szék. Ha megőrülök, és akkor már mindegy, várom szét. A diktatúrában kell kitartani. Hát a börtönbe kell kitartani, meg a gulágon ott ki kell tartani. Hát de nem itt meg most kell kitartani. Hát most kreatívan, szabadon, félelmeinkkel valamit kezdve érdemes cselekedni. Nem kitartani. Megőrülök. Tudjátok, mint amikor a hagyományt őrizzük, ápoljuk. Tudjátok, mit mondott erre valaki? A rabot őrizzük, meg a beteget ápoljuk. Hagyományt azt éljük, tehát nekülönben meg minek. Tehát az érzelmileg intelligens személy, nagyon is világosan látja, hogy igen, most a börtönben vagyok, a gulágon vagyok, most nem tudom, a püspök azt mondta, hogy ha tetszik, ha nem, akkor most rendben van, akkor most kitartok. És motiválom magam. Egyébként meg átülök ide, szóval azt. Tudjátok, hogy 10 munkavállalói világból mondom, hogy mikor kaptok egy megbízatást, valami új szerepet, akkor 10 munkavállalóból most nem tudom, mondjam a számot, vagy ne. Mondjam, rögtön mondom, jó van, még 6 perc van.
Jó, hogy ne ezt, hanem hogy meg. Hogy 10 munkavállalóból 9 itt ül, és azon agyal, hogy hú, hogy csinált az elődöm, jaj, mik a szerepelvárások, minek kell akkor megfelelni, hogy és szép lassan elveszíti magát. És 10-ből 1 azt mondja, kétség kívül, nagyon fontos, hogy mi volt a megbízónak az elvárása felém, kétség kívül, hogy érdekes az, hogy az elődeim ott csinálták, kétség kívül, hogy a kultúrában ez hogyan az, és most engem az érdekel, hogy én ezt a szerepet hogyan öltsem magamra. Hogyan akarom ezt én csinálni, ezt a szerepet. 10-ből 1. És az derült ki, hogy szoros összefüggés van a kiégés, és a között, hogy amikor szerepeket oszt ránk az élet, akkor 10-ből 9, aki azt mondja, hogy ó, akkor meg kell felelnem a szerepelvárásoknak, már is a kiégés útján van. Aki azt tudja mondani, kétségkívül léteznek szerepelvárások, de én most szabadon viszonyulok ehhez, és megpróbálok testre szabni ezt a szerepet. Jó irányba vette magát. 10-ből 9. Hát az érzelmi intelligenciához nem az tartozik, hogy állandó érzelmi munkát végzek, és mindenbe belepusztulok végül, hanem most szabadon látom, hogy most motiválom magam, most változtatok. Most befogom a szám, mert fölösleges energiát fektetni abból, hogy most kritizáljak, vagy azt mondjam, hogy nem jó. De nem ér, egy percet nem érdemes ezzel törődni. Itt viszont kiállok, és azt mondom, mától kezdve ezt másképpen fogom csinálni. Ez az érzelmi intelligencia. Tehát szabad vagyok mind a kettőben. A realitás az, hogy általában valamelyikben erősek vagyunk, és a másikban gyengék. És az emberi természetünk általában abba az irányba hajt, hogy az erős részeinket túlhajtsuk. Hiszen abban járatosak vagyunk. Hát aki nagyon jól tud változtatni, állandóan mindenem változtat, a környezetét megőríti már, nem lehet bírni azt, hogy mindig... Mert ő miért is? Azért, mert mindig úgy csinálja, hogy neki az kényelmes legyen. A másik meg hihetetlen jó abban, hogy... Most hallottam, hogy a magyar anyák egyre kevesebbet vasalnak. Tehát már nem nyeldekeltek, és nem motiváljátok magatokat. Azt mondjátok, a ránc legyen ránc. Ezt én nagyon pártolom. Magyar anyák, ne vasaljatok annyit se. De tényleg, hát mit? Gyerekeitekkel játszatok. Szerintem inkább. Következő, ambivalens érzéseket is át tudnak élni. Most például a húsvétkor volt ez, hogy az asszonyok a sírtól félve és örömmel szaladtak, siettek, futottak, mentek. És a másik, hogy... Miközben ambivalens érzéseket élnek át, a kapcsolataikban meg tudják tartani az irányultságukat. Tehát például elég szabad vagyok ahhoz, hogy dühös tudjak lenni a férjemre. De elég szabad vagyok, hogy örülni tudjak neki, hogy vágyakozzam utána, vagy hogy ne legyen kedvem most vele beszélgetni. Hát, hogy szabadon tudok érezni a férjemmel, feleségemmel kapcsolatban. Szabadon. De akármilyen egészen ellentétes érzéseket is élek át, akár egy időben, akár időben eltolva, hogy egészen így, meg egészen úgy, tudjátok, hogy a szoros és a meghitt kapcsolatokat jellemzi az, hogy szélsőségig menő érzelmeket élünk át. És ezeknek a mélysége és magassága is nagyon nagy különbségeket mutat. A felszínesebb kapcsolatainkban az érzéseink nem olyan hevesek. És az a kérdés, hogy amikor néha átélem, ezt nem tudok nélküled élni, jó, az legyen egy érzés mondjuk, utána azt, hogy pusztulj! Nem, most érzéseket fejeztem ki szavakkal, hogy közben az irányultságomat meg tudom előrizni. Hogy amikor azt mondom, hogy pusztulj! Hogy akkor közben tolom-e neked a csokit, a másik kezemmel, mert hát mégiscsak te vagy a férjem. És most nem tudok nélküled élni, közben azért távirányítóval nézek valami jó filmet. Szóval képesek nagy mélységek, magasságok, szélsőséges érzések és ambivalenciák, és közben a személy felé való irányultságomat nem veszítem el.
Hát amikor nagyon-nagyon dühös vagyok rá, akkor is megmarad az irányultságom, és akkor is tudom, hogy azért maradok vele, mert ő a férjem. Ezt mondta nekem egy férfi, mondta, de nő volt a... De a... Jó, na, és akkor... Nem tudom, de igen, itt van ez, nem érdekes, ez nem is igaz. Nem tudom, a húsvét így hatott rám, ez a húsvét öröme egyszerűen ott is hat, ahol nem kéne. Tehát még nem tudom elég jól differenciálni, elnézést. Még csak 51 vagyok. Jó, mondom, de hát nem fér bele. Hát, de viszont nem jöttök legközelebb, akkor még elmondom, hogy ez a 20-as pont, mert volt egy 19, de azt elmondtam legerősz, hogy önbecsülés és önértékelés. Hogy tudom negatívan is értékelni magam, ha nem csináltam valamit helyesen, de közben az érzelmileg pozitív viszonyomat magammal föntartom. És akkor a 20-as meg így volt, tisztában vagyok a szükségleteimmel, ugye akkor ideülök, tisztában vagyok a szükségleteimmel, és képes vagyok azokat késleltetni. És akkor ezt csak gyorsan végig szaladok, hogy de nem akarok, mert mindenhol lett volna egy iszonyú jó történet, de hát ennyi most az időben, hogy képes vagyok egy szükségletemet egy órán belül elhalasztani. Én nagyon szomjas vagyok, de most jó van, majd iszom fél óra múlva. Képes vagyok egy szükségletet egy napig halasztani. Annyira aludnék már, de jó, majd este. Képes vagyok egy hétig, egy szükségletet, azt mondom, hogy hétig halasztom. Például valakivel valamit nagyon meg akarok beszélni, de neki valami miatt nem jó. Például beteg. Azt mondja, jó, hogy egy hétig, nagyon fontos lenne, tisztáznom kell vele. De most neki nem, hát nincs abban az állapotban. Jó, nyugi, egy hét múlva. Képes vagyok egy szükségletemet egy hónapig késleltetni. Vagy többig. Kedves férfi társaim. Tudjátok? Oké. Megyek tovább. Képes vagyok szükségleteimet évekig késleltetni. Például nőként azt mondom, most 3 évet a babára szánok. De én azért szeretném kifutni majd magam. Én nekem van egy diplomám, egy okos nő vagyok, én szeretném megmutatni, hogy mit tudok, én használni akarom magam. De most 3 évet babázok. Akkor 3 évig késleltettem egy szükségletem. Olyan is lehet, hogy 10 évig, vagy 20 évig késleltetek egy szükségletet, anélkül, hogy megtagadnám, vagy elhazudnám magam elől. Az a döbbenetes, volt egyszer egy férfi, akinek nagyon gyorsan ment a karrierje, de volt a kicsi babák, ezért a nő nyilván később kezdte el ezt az egészet, és, de mind a kettés támogatták egymást, nagyon kölcsönösek voltak, és egy időben történt az meg, hogy a férfinek egy miniszteri állást ajánlottak. De valós a történet. És közben a felesége meg lehetett volna osztályvezető. És leültek, hogy megbeszéljék, hogy mi legyen. Arra jutottak mind a ketten, hogy ha mind a ketten vállalják, az mind a kettejüknek jó, de árt a kapcsolatuknak. Mert nem lesz idejük egymásra. És a miniszterségnél is, meg az osztályvezetőségnél is fontosabbak egymásnak. Tehát megállapították azt, hogy léteznek olyan döntések, hogy jó a férfinek, jó a nőnek, de árt a kapcsolatnak. Azt mondták, ez pont egy ilyen helyzet. A következő lépés, hogy rendben van, akkor az egyik őjük ezt elvállalhatja, ő neki kevesebb ideje lesz, de a másik akkor ott tud lenni, és. És a férfi a következőt mondta, te több mint 20 éve mögöttem állsz. Neked köszönhetem, hogy egyáltalán lehetséges az, hogy engem most fölkértek, hogy miniszter legyek. És te már újból és újból háttérbe helyezted magad miattam. Most te jössz. Mert az élet véges. Te jössz. Én nem vállalom a miniszterséget. Legyél osztályvezető, mert az neked most egy nagy szám. És akkor az nekem is nagy szám. Egyébként az történt, hogy a nő
Dezső, szeretlek. Jó, a többit nem mondom. És akkor eljutok egészen odáig, hogy, és még az is lehetséges, hogy azt mondom, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szükségletem. És egy életen keresztül késleltetem.